Hirdetem a nyíregyházi törvényszék ítéletét. Vádott bűnös, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak büntetében, BTK 197 szakasz 1 bekezdés kis A pont, 3 bekezdés A és B pont, 4 bekezdés kis B pont. Ezért a bíróság 12 év szabadságvesztés büntetése és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetése ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2004 óta volt élettársa a bűncselekmény időpontjában 14 éves sértett édesanyjának. A férfi rendszeresen bántalmazta az általa 5 éves kora óta nevelt lányt, és először 2013 karácsonyán, másodjára pedig 2014 májusában erőszakoskodott vele. A közösség és után a vádlott ismét megfenyegette őt, hogy ha bárkinek elmeri mondani a történteket, akkor hasba szúrja és a hátát is eltöri. A sértett az aktus után teherbe esett, de a nevelőapjától féleme miatt még az édesanyjának sem mert szólni. A vádlott ezután még 2 alkalommal közösült erőszakkal nevelt lányával, 2014 nyarán és 2014 szeptember hónapban. A lány viselkedésének megváltozását az általános iskolában vették észre. Az intézmény értesítette a családgondozókat, a sértett nekik vallotta be először az erőszakot. Az ekkor 27 hetes terhes lány nevelőszülőkhöz került, majd anyja halála után 16 évesen megszülte kislányát. A bírói tanácselnöke hangsúlyozta, a vádlott első kihallgatásán beismertetettét, majd ezt a vallomását visszavonta. Későbbi meghallgatásain az aktust ugyan elismerte, de azt mondta, a közösülés a lány beleegyezésével történt. A bíróság a vádlott ezen ellenmondásos védekezését, vallomásait nem fogadta el. Sértett az eljárás során végig határozottan állította, hogy a nevelőapja vele erőszakot alkalmazva közösült. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette. Vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, a per a debreceni ítélőtáblán folytatódik.